A hitet azt mindig a vallásokhoz kapcsolják. Pedig egy hülyeség a valláshoz kapcsolni, mert semmi köze a hitnek a valláshoz. Viszont a vallásnak van köze a hithez. Mert vallás hit nélkül nem működik. De hit működik vallás nélkül. Oké? Okay? Tehát a hit az tökéletesen működik, vallás nélkül is. Most gondold végig, a bolygón, főleg itt a mi területünkön, ahol élünk, mennyi olyan ember van, aki a pénzben, az vagyonban hisz. Rengeteg. Rengeteg. De a pénz vagy a vagyon, az nem egy vallás. Tehát miköz a, a hitnek a valláshoz? Semmi. A vallásnak van a hithez, mert anélkül nem működik. Oké? Okay? Mármint a vallás nem működik. Tehát ezt most azért mondtam el, hogy, hogy lehet, hogy ezt még így nem mondta el neked senki, ha te nem tanulsz itt. Hogy elgondolkodj azon, hogy te most azért hiszel valamiben, vagy azért nem hiszel valamiben, mert ha hiszel, akkor arra tanítottak. Ha nem hiszel, akkor arra nem tanítottak. Világos? Tehát magától Senki nem született vallásosnak. Senki. Nem akarok semmilyen vallást leértékelni. Mi vallás és politika mentesek vagyunk, és ez mindig tartani fogjuk magunkat. Tehát nem állunk rá semmilyen vallásra, vagy semmilyen politikára, érted? Nem állunk ki mellette, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezen a téren semlegesek voltunk, maradunk is. Nézzünk reálisan a vallásokra. Oké? Okay? A vallások mindig érdekeket képviseltek. Mindig. Oké? Okay? Mindig. Bármilyen vallást megnézünk, ami a múltból keletkezett, vagy a múltban keletkezett, utána üzletet csináltak belőle. A vallásokból. Hogy melyik vallásból milyen szinten, az ebből szempontból részletkérdés. Nem azt mondom, hogy az alapítók csináltak üzletet belőle. Az utódok. Akik tovább vitték a vallást. És akkor te mondod egy olyan szervezetnél, és csak mondja eszembe jutott, vagy te gondolod egy olyan szervezetnél, amely két cégtől függ, egy KFT-től, meg egy RT-től. Egy Kft, tehát ezt a szervezetet egy KFT, meg egy RT hozott létre. Na most, ami KFT, a KFT-ről és RT-ről beszélünk, az mind üzleti alapon működik. Szerintem a vallások nem. Kellene, hogy üzleti alapon működjenek. És az összes vallás üzleti alapon működik. Most akkor mi működhetünk üzleti alapon, mert mi KFT-k és részvénytársaságok vagyunk, érted? Sokan gondolják miért nem adjuk ingyen a képzéseket? Hát figyelj, beülsz egy izé, keresztény templomba, és akkor persejeznek, ott jönnek, érted, és dobják be pénzt. Ja, és akkor ott, ott nincs, nincs. Hogy van akkor ez? És ott tanítanak? Kérdezni, mit tanítanak? Főleg a keresztény egyházakban most mit tanítanak? Van egy szertartást, a szertartást végigcsinálják, legfeljebb felolvasnak a Bibliából egy-két gondolatot, amiben nincs módszer, csak azt mondják, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. Érted? És, és akkor ennyi. Tehát ezt nem leértékelek senki, tehát sokkal jobb, hogy az emberek vallásosak, mint nem. Sokkal jobb. Meg van állapítva, hogy a vallásos emberek jobb etikával rendelkeznek, mint a nem vallásosak. Tehát magyarul a vallásos embereknél kisebb a bűnözési arány, mint a nem vallásosaknál. Tehát nem leérték el, most félreértsétek. értsétek. Csak összehasonlítok. Jó? Ennyi. Hála Istennek van, mivel összehasonlítani. Szóval most gondoljátok végig, hogy miért ne hihetne az csak azért mert hitről beszéltünk és a vallásokat összerakják az emberek miért nem lehet neked mint aki saját maga tud döntéseket hozni és tudod a döntéseid alapján az életedet irányítani miért nem hihetsz olyan dolgokban vagy miért nem akarsz hinni olyan dolgokban ami eredményezni ténylegesen azt, hogy jobb életet élhess. És a jobb élet az nem a hetedikből áll csak, hanem ebből a tízből.